Üdvözlök mindenkit, Nákrokrim vagyok, jönnek egy kis Destiny 2, amint ígértem, az előző videóban felvázaltam Destiny 1-2 történetét, fogunk egy kicsit beszélni az utazóról is. Mert hogy ugye ő a jó fia az egészben, ő csak próbált erre formálni bolygókat valami oknál fogva. És ugye végül a Földön meghúzódva mi élvezhetjük a védelmét és a light, a fénye által, az ereje által nyújtott bónuszokat, mi szerint újra mindig újra élethetünk, és technológiailag fejlettek maradhatunk, és a többi, és a többi. Na de azért, na, no, hát ilyen, egyszerű, ilyen egyszerű lenne a dolog. És most meghívlak titeket egy, egy kis chat forumra a videó alatt, tehát ilyen egyszerű lenne a dolog az utazó körül. Szóval. Um, Destiny egyben vala, valamikor volt egy játékos sem emlékszem a nevére, egy ő is Youtube videós játszott a destiny vel és egy adott ponton um, harcolt um, az enemy ellen, és az enemy elejtett egy ilyen mondatot, miközben harcolt vele, hogy Fight back the, uh, the Darkness, a Fight back the Darkness. Um, tehát harcolj uh, harcol az uh, sötétség ellen. És ez ugye az egy kisebb pánikot keltett ki a Destiny uh, játékosok körében. Persze lehet, hogy csak random hadovált bármilyen szót, de majdnem százszerzik az biztonság, azt mondta, ez az enemy, miközben harcoltunk felő fight back the darkness. Na most akkor ugye álljon meg itt a menet, szóval, és ugye itt jön egy csomó ilyen kérdés, álljon meg itt a menet, tehát nem úgy van, hogy mi vagyunk a jó fiúk, és ez az enemy miért mondta azt, hogy fight back the darkness, hiszen mi nem a sötétségnek a részei vagyunk elméletileg. Nos, és ugye itt jön a kér kérdés, hogy, hogy, ki az utazó, és miért csinálja azt, amit csinál, és ki a sötétség. És akkor jön itt az összeesküvés elmélet, és a többit rátok hagyom, hogy ti elmérkedjétek ki a ti nyomozásotok, ti mit tudtatok esetleg erről a témáról kideríteni, hogyha eh, foglalkoztatok vele Destiny egyben. Na most ugye az utazóról nem sokat tudunk, csak az, hogy megjelent ott nálunk a naprendszer, és elkezdte terraformálni a bolygókat, az emberiség felfigyelt rá, majd egy technológiai boom következett az embereknek, és kiterjedtünk, stb. De ugye az utazóra mindig veszély leselkedett. Tehát ugye megjelentek a különböző fajok hirtelen, tehát a Fólen, a Hive, Kabal, mindenki őt akarta. És például itt jön szóval, hogy a Fólenről azért nem túl-túl sokat tudunk, csak annyit, hogy ők is munknak akarják az utazót. Miért? Miért akarja abban magának az utazót? És ki a sötétség, és miért akarja olyan kétségbe esetten legyőzni az utazót? Jó, persze, tudom, tehát mindenkinek kell egy ellenség című történet, és valami ellensúlyozás a sztori szerint, de persze ezt mondom, ez csak ilyen összeesküvés elmélet, de mi van, hogyha, és itt jön a dolognak a, a lényegem, mi van, hogyha az utazó a rossz fiú az egész történetben. Mi van, hogyha az utazó azt csinálja, hogy elugrik különböző bolygókra, különböző fajokhoz, és ad nekik, tehát technológilag felhúzza őket, fejletté teszi őket, és a végén pedig konkrétan elvezeti őket egy ilyen összeomláshoz, mint ahogy ez megtörtént az emberiséggel is, és, és mi van, hogy ez direkt csinálja, és féleképpen szipolyozva ki az energiát abból a fajból, ami van, de viszont cserébe ugye olyasmit ad a fény által, ami ami rabjává teszi a használóját az utazónak, mert uh, ugye konkrétan a téken, uh, ha jól tudom, az ők, ők konkrétan a rabjai a fénynek, és olyan, mint egy drog nekik. És mi, hogy az utazó minden fajjal ezt csinálja, hogy olyan, mint ad, ad nekik egy kis drogot a fény által, és felhúz őket technológiak, majd valami oknál fog valami esemény által megfosztja őket, és végül konkrétan egy ilyen ezt szipolyozva, mert ugye a Föld azóta sem... Öm, tudott talpra állni, amióta volt a nagy összeomlás Destiny, kettő, 2 pedig ha az utazónak valóban akkor a hatalma van, akkor megnyújt, nyújt visszaadhatná az emberiségnek mint ezt technológiai fejlődést, ami volt. Nem azt mondom, hogy most nem fejlettek, de az újraépítésnek a lehetőségét, azt simán visszaadhatta volna nekik. És ugye például a Fólen, ők, konstans konstant harcolnak azért, hogy megszeressék az új visszaszeressék az utazót, mondjuk úgy, hogy vissza, ilyen macska körösbe, vagy egyáltalán volt-e náluk. És, és, ugye itt, jön képbe a Darkness. Mi van, hogyha a Darkness egy olyan enemi, aki tapasztalta az utazónak, emek, tehát rájöttek emek meg kártékony hatására? Tehát, hogy, hogy nem döltek be a, a fénynek, a bónuszoknak, amit az utazó adott, hanem tapasztalták en, ö, a kártékony hatásait, és ezért vannak a nyomába, mert hogy nem engedhetik, hogy egy ilyen. Öm, kártékony valami az univerzumban szabadon mászkálosan is ilyet tegyen fajokkal. Csak hát ugye a játék készítők úgy állítják be, mint a sötétség, mint a rossz fiú, de mi van, hogyha vicca verze van, hogy a sötétség lennének a jó fiúk, akik csak meg akarnák szabadítani attól, hogy az utazó tegyük fel, tegyük fel, megbúztoljon egy adott fajt a természetes fejlődése ellenére. Című történet lehet az egészben. Nem tudom, ti döntitek el. Az ötöző egy kicsit olyan, mint a Warframe-ben a Lotus, nem tünk róla semmit, de hallgatunk rá, mert azt mondják nekünk, hogy hallgassunk rá. Nem, nem mindig vagyok a híve valami olyasmire hallgatni, amiről nem tudok semmit, szóval. De minden esetre érdekes. Rajtatok át, ti fogjátok leírni, hogy mit gondoltok az utazóról, mi, ti hogy látjátok őt, ő az abszolút jó fiú, vagy ő, ő kicsit ilyen kétes arc, kira nem tudunk semmit, és lássuk meg, misül ki belőle, vagy ő, az, ő a rossz fiú, és a sötétség a, a jó Fió, mert ugye a sötétség és a fény, mi a mi tudatunkban, mint embereknek ugye az van, hogy, hogy a sötétség mindig a rossz, és a fény mindig a jó, de igazából ez a két fogalom relatív. Tehát a sötétség nem feltétlenül lehet rossz. At a sötétségben, mint, mint szóban, attól függetlenül, hogy milyen érzetet kelt bennünk emberünkben, emberekben pszichológiailag, attól függetlenül nem feltétlenül egy rossz szó, csak a rossz dolgokhoz társítjuk. Szóval, ami a sötétség valójában lehet, hogy fény, és le lehet, hogy valójában az utazó maga, ami a sötétséget hozza. Ezáltal, hogy egy adott ponton valami történik, és összeomlik a, az eddig technológiai fejlett faj. Szóval, um, ja, és az egész teória ebből indul ki, ebből az egy mondatból, amit onnan elejtett az az enem hogy Fight back the Darkness. Igen, nos, srácok, ti, ti döntöttek el, nagyon kíváncsi hogy ti mit tudtak erről a témáról, ti mit gondoltok az utazóról, és hogy ki a Darkness, és, és hogy miért akarják ennyire az utazót legyőzni. Srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobja like-ot, iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóig. Sziasztok!